A letakart kordonok és a buszok mögött a Várkert bazár bejárata tavaly így rejtették el a kíváncsi tekintetek elől a miniszterelnök hagyományos évértékelő beszédére érkező vendégeket. Odabent Orbán Viktor nem csak a kormánya eredményeit sorolta fel, hanem a veszélyekre is figyelmeztetett. Fenyeget a klímaválság, a demográfiai hanyatlás és baljós árnyak gyülekeznek az európai gazdaság fölött is. Aranykor hirdetése helyett ma inkább riadót kell fújnom. A miniszterelnök tavaly februárban riadót fújt, de még nem a koronavírus járvány miatt, hiszen annak akkor még nem volt különösebb jele Magyarországon. Mára viszont alapvetően megváltoztatta mindenki életét, még a szokásos évértékelő is elmarad, miután nem lehet tömegrendezvényeket tartani. Régi hagyomány szakad meg ezzel, Orbán Viktor ellenzéki politikusként is kiállt hívei elé az év elején. 2006-ban például luxus kormányzással és kiváltságok teremtésével vádolta az akkori kormányt. Az emberek ma nem tapasztalnak érzékelhető javulást. Hiába a kormány látható igyekezete, mégsem érzik. Kedves barátaim, ez a kormány ennyit tud. Ígérget, vagy legfeljebb a Fideszt kergeti. De Magyarország többre képes. Idén a 23. évértékelő következett volna. A Népszava szerint a miniszterelnök stábja sokáig hezitált, hogy online megtartsák-e. Végül úgy döntöttek, ha nem lehet közönség előtt, akkor inkább ne is legyen. A lap szerint az országgyűlés tavaszi ülésszakának nyitó ülésén, azaz hétfőn mond évértékelőként is szolgáló beszédet Orbán Viktor. Kérdeztük a sajtófőnökét. Havasi Bertalan azt közölte, hogy jelenleg a gazdaság újraindítása a legfontosabb feladat, és az ezzel kapcsolatos terveit a miniszterelnök már ismertette a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. Amit nem akarsz, hogy neked cselekedjenek, te se cseleked azt a másiknak. A többi megszokott miniszterelnöki iránymutatásnak nem kedvezett a járványhelyzet. Tavaly már az erdélyi Tusnádfürdőn sem tartották meg a bálványosi nyári szabadegyetemet, és a köcsei piknik is elmaradt. Állok a rendelkezésükre. Tavaly előtt és tavaly az év első kormányinfóját Orbán Viktor tartotta, de idén ez is megszakadt. 2021-ben az online sajtótájékoztatón legfeljebb miniszteri válaszokat kaphattak az újságírók az előzetesen elküldött kérdésekre.